Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Mai adásunkban a Békés megyei könyvtár veszélyhelyzet alatti működéséről beszélgetünk. A témában vendégem a könyvtár igazgatója, Rakoncás Szilvia. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, az érdeklődést, és üdvözlöm én is a kedves nézőket. Először kérem, mutassa be, hogy a veszélyhelyzet alatt hogyan is alakult át, hogyan működik jelen pillanatban a könyvtár. Hát a szokástól eltérő módon, elég különleges módon működik mostanában Békés megyei könyvtár, ahogy a legtöbb könyvtár az országban. Természetesen a veszélyhelyzet kihirdetése után azonnal eldöntöttük, hogy nagyon sok dolgot lehet otthonról is csinálni a könyvtárosoknak. Akár könyvet rendelni, folyóiratot rendelni is lehet otthonról. Szerencsére a mi intézményünk nagyon jól ellátott informatikai eszközökkel, így aztán ez nem okozott problémát. Néhány nap alatt áttértünk arra a rendre, hogy vannak, akik otthonról dolgoznak, körülbelül a könyvtárosoknak a fele, a másik fele pedig bent a könyvtárban tudott tevékenységeket végezni. Ugye nálunk óriási nagy területekről van szó, elkülönítve tudnak a munkatársak dolgozni, és hát ebben az időszakban, ahogy március közepén történt a nagy váltás, a könyvtárban éppen nagy pályázatok zárási időszaka van, úgyhogy néhányan nem tudtuk megtenni azt, hogy otthonról dolgozzunk, hanem mindenféle adminisztrációs dolgot rengeteg eszközzel bent tudtunk elvégezni. Úgyhogy egy kicsit a belső munkák zajlanak inkább most, hát tulajdonképpen nem is jöhetnek be látogatók, ugye van egy rendelet, még mindig érvényben van, ami szerint nem fogadhatunk látogatókat, de a dolgozók bejárhatnak dolgozni. Úgyhogy azzal telt az elmúlt egy hónap, hogy amit csak lehetett, azt most egy kicsit több időráfordítással végeztünk el a belső munkákból. Mindig vannak olyan belső tevékenységeink, amiket nem feltétlenül látnak az olvasók, és most ezek kerültek előtérbe. Ugye mindig át kell néznünk a polcokon, mi az, ami már nem feltétlenül szükséges, leválogattunk nagyon sok könyvet, mi így hívjuk azt, hogyha levesszük a polcról a már selejtezésre várót, az elhasználódott, vagy éppen azt, amit már nem forgatnak az olvasók. Ez az időszak lehetőséget adott arra is, hogy felkészüljünk arra, hogy egy bizonyos önkiszolgáló kölcsönzésnek nevezett rendszerre készüljünk fel. Azt jelenti ez, hogy minden egyes könyvbe egy elektronikus azonosítót kell elhelyezni, és hát nagyon sok informatikai feladat tartozik még ehhez, de a lényege az lesz, hogy aki a későbbiekben néhány hét múlva, talán nem is pont a nyitás után, hanem egy kicsit később, szeretné önállóan elintézni a kölcsönzését, a visszahozatalt, a könyvelvitelt, azt megteheti majd, hiszen rendelkezésre állnak a technikai feltételek. Ez persze azt jelenti, hogy aki továbbra is szeretne könyvtárossal személyesen találkozni, megteheti, nem fogjuk a régi rendszert teljes egészében felváltani az újjal, úgyhogy erre készülnek most is a kollégáim, és még néhány hétig fognak is dolgozni ezzel. Említette, hogy ugye látogatókat most nem fogadhat a könyvtár. Könyvkölcsönzés akkor semmilyen formában nem lehetséges? Vagy azok, akiknek szüksége van bármilyen irodalomra, akár ugye érettségi időszak van a tételek felkészülésre, vagy felsőoktatásban, diplomamunkához, kutatómunkát végezni, van-e mégis lehetőség bármilyen formában? Igen, tulajdonképpen van lehetőség. Ha az érettségizőkre gondolok, akkor nagyon remélem, bízom benne, hogy így van, hogy a könyvtáros tanár kollégáink, a magyar tanárok felkészítették őket, és hát mi is ezen dolgoztunk, és fogunk ezen túl is, hogy azokat a lehetőségeket, amelyeket online lehet elérni, ismerjék és használják is. A leginkább ismert az a Magyar Elektronikus Könyvtár. Ezt azért említem, mert nem csak az oktatásban résztvevők ismerik, hanem nagyon sokan mások is. Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak a könyvek hollétéről lehet tudni, hanem a teljes szöveget el lehet olvasni. Igyekeztünk nagyon sok hírt adni arról, hogy a honlapunkon keresztül ezek közül a
online könyvtárak, elektronikus adatbázisok közül melyek azok, amelyek elérhetők, szótárak, lexikonok, a szépirodalmi műveken kívül ismeretterjesztő művek, úgyhogy bízom benne, hogy ezeket legalább az érettségizők tudták használni. Ha valakinek mégis feltétlenül könyvre volt szüksége, ezért megtaláltuk a módját, hogy tudjunk segíteni. Természetesen nagyon visszafogottan, hiszen nagyon kell figyelnünk nekünk is mindazokat a szabályokat, amelyek érvényben vannak. Egyrészt a kollégák egészsége miatt, másrészt pedig az olvasóink egészsége miatt. Úgyhogy amellett, hogy az elektronikus lehetőségeket kínáltuk, ezért telefonos ügyelet is mindig volt. Nagyon köszönöm minden érdeklődőnek, aki kérdezte tőlünk folyamatosan, hogy mi lesz azokkal a könyvekkel, amelyek otthon vannak, amelyeket már vissza kellene hozni. Ugye most, hogy már a veszélyhelyzet egy kicsit enged, és vidéken lazábbak a szabályok, most megsokasodtak a telefonok is. A telefonok is arról szólnak, hogy mikor jöhetünk már be, hiányzik a könyvtár. Nekünk akkor a könyvtárban is. Még nincsen lazítás? Nincsen a könyvtárban sajnos még lazítás. Nem mondom azt, hogy naponta, hanem hogy óránként figyeljük a híreket, mikor engedhetjük már be mindazokat, akik szeretnének jönni. A külföldi tapasztalatok alapján az várható, az valószínű, hogy fokozatosan fogjuk az olvasóknak engedni, hogy betérjenek a könyvtárba. Feltehetően hasonlítani fog majd ez a rend ahhoz, ami most az üzletekben is van, hogy délelőtt a 65 év fölöttiek jöhetnek, de ezt pontosan még nem tudjuk. Ugye, ahogy a zárás is nem rajtunk múlott, hanem ez egy központi intézkedés, ezzel is meg kell várnunk, amíg az a rendelet hatáját veszti, amelyik kimondta azt, hogy nem engedhetünk látogatókat ezekbe a közösségi terekbe, a kulturális terekbe. Úgyhogy én azt kérem minden kedves érdeklődőtől, a nézőktől, hogy figyeljék a honlapunkat, a közösségi oldalainkat, meg fogunk tenni mindenféle hirdetést, és minden lehetőséget kihasználunk, hogy amint tudjuk, hogy mikor lehet már majd a szolgáltatásokat igénybe venni, rögtön közzé tegyük, tesszük majd. Ez valószínűleg úgy lesz, hogy akár kéthetes, háromhetes periódusokban fog változni a rend. Reméljük, hogy hamarosan elkezdődik ez a rendszer, mi már erre felkészültünk, de ahogy említettem, nem tehetjük meg önállóan, hogy kinyitjuk az ajtót. A Békés megyei könyvtár helyismereti enciklopédiát is fejleszt. Kérem, mutassa be a Békés Wikit. Hát a Békés Wikivel is nagyon sokat dolgoztak most a kollégáim, hiszen ez egy olyan lehetőség, egy olyan, mi azt mondjuk, szolgáltatás, amelyik éppen nagyon alkalmas volt arra, hogy ezeket a heteket, amikor nem az olvasókkal foglalkoztunk, lehetett arra szánni, hogy egy kicsit bővítsük ki a Békés Wikit. A Békés Wiki a hivatalos neve alapján egy online helyismereti enciklopédia. Ez azt jelenti, hogy Békés Csaba, Békés megye híres emberei, épületei, természeti szépségei mint egy lexikonban vagy egy szótárban rövid leírással szerepelnek ezeken az oldalakon, amiket igen, a honlapunk segítségével lehet elérni, illetve hát akik a közösségi oldalunkat figyelik, ott gyakran látják, hogy elkészült egy újabb szócikk egy-egy újabb híres emberről, vagy bármilyen eseményről is akár. Az a különlegessége ennek a Békés Wiki online enciklopédiának, hogy arra kérjük azokat, akik szeretnék bővíteni a lehetőségeket, hogy szóljanak nekünk, mondjanak ajánlást, mondják el, hogy ki az, aki még nem szerepel itt az enciklopédiánkban, vagy ha szeretnének, akár írhatnak is szócikkeket, rövid leírásokat, ebben segítenek a kollégáink. Tehát akkor bárki írhat is? Igen, bárki írhat szöveget, küldhet képet, küldhet ajánlást. Egy-egy ilyen szócikkhez tartozóan még további ajánlásaink vannak más honlapokra, könyvekhez, újságcikkekhez irányítjuk az érdeklődőket, és hát ez egy olyan gyűjtemény, amelyik soha nincs készen, hiszen ezt folyamatosan lehet bővíteni. Éppen a napokban még láthatják azt a felhívásunkat, ne kedves nézők, amelyben azt kérjük, hogy segítsenek azzal is, hogy mondják el a véleményüket erről az enciklopédiáról.
elmondhatják azt is, hogy ez így jó, azt is elmondhatják, hogy mi hiányzik, mitől lenne még hasznosabb, milyen akár technikai problémáik vannak vele, akár tartalmi problémáik. Folyamatosan javítjuk is az adatainkat. A javítás elsősorban persze bővítést jelent. Hogyha mondjuk egy sportcsapatról szól a szócikk, akkor ugye újabb eredmények születhetnek. De gondolhatunk itt fontos híres emberekre is, akikről újabb adatok derülnek ki, vagy hát nem feltétlenül csak olyanok szerepelnek ebben az enciklopédiában, akik már nincsenek közöttünk, hanem élő Békés megyei személyek is, és hát ugye folyamatosan van mit bővíteni ezen az enciklopédián. És hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy egy ilyen enciklopédiára szükség van itt Békés megyében? Azt gondoljuk, hogy mindenhol szükség van egy ilyen enciklopédiára. Ez a mi gyűjteményünk hasonlít a nagy wikihez, a Wikipédiához, csak különleges az benne, hogy a tartalom az mind Békés megyével kapcsolatos, nagyon sok Békés Csabával természetesen, igen, a megyeszékhely a legnagyobb létszámú település, ugye itt sűrűsödik az események többsége is. Kell, ez nagyon kell, nagyon sokan használják ezt az enciklopédiát. Nem csak arra kell gondolni, hogy akik már nem Békés Csabán élnek, elszármazottak innen külföldön, vagy Magyarországon más tájegységeken vannak, hanem Békés Csabaiak is, hiszen nagyon sok helytörténeti szempontból nagyon sok írás, fotó, esetleg film részlet található itt, és hát azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok csoport is van, akik szívesen foglalkoznak helytörténettel. Mindenkinek nagyon köszönjük, aki eddig is részt vett az építésben. Én bízom benne, hogy ez attól lesz jó, hogyha így együtt csináljuk. És egyébként ugye azt is említette, hogy bárki írhat bele, bővítheti a tartalmat. A tartalomnak a hitelességét azt hogyan tudják ellenőrizni? A tartalom hitelességét az természetesen a kollégáim is úgy készítik, hogy egymást is ellenőrizzük. Nyilván ilyenkor a könyvtárosoknak megvannak a saját szabályaik arra vonatkozóan, hogy milyen forrás irodalmat használnak. Természetesen megnézünk többféle forrást, több újságcikket, könyveket, és hát igen, tudják a kollégák, hogy melyek a megbízható olyan írásos vagy nem írásos helyek is, ahonnan el lehet fogadni az adatokat. De ha azt említettem, hogy akár közöttünk élő emberekről is lehet szó, akkor igen, a családot is megkérdezzük, felkutatunk mindenféle adatot, de ha mégis adódna hiba, akkor azt pedig javítjuk. Az elmúlt idők tapasztalatai alapján mennyire bizonyul hasznosnak ez az oldal? Ugye említette, hogy kérik is a közönség segítségét, hogy alkossanak róla véleményt. Mik az eddigi visszajelzések? Hát leginkább azt a visszajelzést érzékeljük, amikor valami hiba folytán néhány percig, néhány óráig nem elérhető az enciklopédiánk, de azért törekszünk rá, hogy ebben ne legyen probléma. Azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a szóbeli visszajelzések mellett újságcikkek hivatkoznak rá, megjelent következő könyvek hivatkoznak rá, és hát amit most tapasztalunk ezekben a napokban, hetekben, hogy az online források egymásra hivatkozása azért elég gyakran megjelenik. És végül, hogyan készül a könyvtár a járvány utáni időszakra, az újranyitásra? Sok mindennel készülünk, ami nagyon látványos lesz, az, hogy megújul körülöttünk a zöld környezet és az épített környezet is, a parkoló, a járdák, a mozgáskorlátozott feljárónk megújul, és hát hamarosan reméljük készen lesz a belső udvarunk is, ahol most már majd kellemesen lehet akár újságot, könyvet olvasni. Bízunk benne, hogy ezt nagyon sokan meg fogják majd nézni. De hát amivel készülünk, az, hogy zökkenőmentes legyen a nyitás. Arra számítunk, hogy akik most már nagyon várják, hogy nyissuk ki az ajtót, sokan lesznek, és egyszerre sokan fognak érkezni. Ahogyan a könyveket majd egy karanténozós rendszerrel fogadjuk vissza, valamiféle kérésünk lesz majd az olvasók felé is, hogy nem mindenki az első napon jöjjön, úgyhogy próbálkozunk azzal, hogy különböző jó gyakorlatokat átvéve ennek a rendszerét kidolgozzuk,
És hát ahogy említettem, folyamatosan vásárolták a kollégák a könyveket, a folyóiratokat, egy picikét átrendezzük itt-ott a könyvtárunkat, most már a digi lépcső is a tini korosztály számára több lehetőséget fog kínálni, technikai eszközökben is, könyvekben is, és hát nagyon várjuk már, hogy ne magunk legyünk, szeretjük mi a belső munkát is, de azért az a jó, hogyha a kettő egyensúlyban van, és hogyha napközben azért legtöbben az olvasókat tudjuk fogadni. Nagyon fontos a visszajelzésük, a napi kéréseik, az, hogy ott vannak mellettünk, ez a továbbiakban a könyvtár további építése, fejlesztése szempontjából is a lehető legfontosabb. Várjuk nagyon, hogy jöhessenek az olvasóink. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm az érdeklődést, jó egészséget kívánok mindenkinek. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!